Az ezüst ló Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, Volt egyszer egy király, Annak a királynak hét fia és hét leánya. A fiúk már mind legénysorban voltak, A leányok eladók. A hat idősebb fiú meg is házasodott, A hat idősebb leány is férhez ment, Csak a legkisebb királyfi nem akart megházasodni, S a legkisebb király kisasszony sem férhez menni. Ajánlották a királyfinak ezt a király kisasszonyt, azt a király asszonyt. A király kisasszonynak is ezt a királyfit, azt a királyfit. Nem kellett sem az egyiknek, sem a másiknak, sem ez, sem az. Szörnyű haragra gerjedt a király. Noha sem ez, sem az nem tetszik. Menjetek világgá! Nem nézhetem, hogy a legkisebb fiam legénysorban maradjon, a legkisebb leányom meg pártában. Hát jól van, elment a királyfi, és vele a király kisasszony. Mentek hetet hét országon keresztül, hegyeken, völgyeken által. Estére egy sűrű, rengeteg erdőbe érnek, ott egy fa alá leheverednek, és elalusznak. Mondja reggel a leánya bátyjának. Hallgass csak ide! Csodálatos álmot láttam az éjjel. Egy ősz öregember volt itt, s azt mondta nekem, hogy itt s itt van egy király, annak a teste csupa seb, és a világhíres doktorok sem tudták meggyógyítani. De ettől a fától, amelynek a tövében fekszünk, száz lépésre van egy forrás, abból vigyünk egy korsó vizet, s ha ezzel a vízzel megmossuk a király testét, egyszeribe meggyógyul. Mindjárt mennek ahhoz a forráshoz. Volt a leánynak egy kicsi korsója, telemeríti, aztán elindultak, mentek hetet hét ország ellen, és addig mentek, még annak a beteg királynak a városába nem értek. Itt bementek egy vendéglőbe, doktori gúnyát szereztek maguknak, mind a ketten doktornak öltöztek, és mentek egyenesen a királyhoz. Elmondják, hogy mit akarnak. S bezzek fogadják nagy örömmel, vitték a király szobájába. Hát csak ugyanúgy volt, ahogy az ősz öregember mondotta. Azzal a korsó vízzel megmosták a király testét, s mintha csak letöröltek volna róla minden sebet, hófehér lett a teste. Adott a király örömében tengerkincset a királyfinak, építetett a városban drága szép palotát, hogy lakjanak ott. Senki sem tudta, nem is sejtette, hogy királyfi a csudadoktor, doktor, s király kisasszony a másik. Telik múlik az idő, Fölmegy egyszer a királyfi a királyhoz, aki még maga is fiatal legényember volt, és alázatos tisztelettel meghívja a királyt ebédre. Elmegy a király, és hát, mikor fölmegy a palotába, szemeszája eláll a csudálkozástól, mert a királyfi nem volt többet doktori gúnyában, hanem olyan ragyogó, aranypaszomántos gúnyában, mint ő. és a másik, akit csuda doktornak tartott, leány ruhában volt, drága szép sejem köntösben. Olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mondja a királyfi, látom csodálkozik felséged ezen a nagy változáson, de tudja meg, hogy királyfia vagyok én is, és ez a leány király leánya, az én testvérem. És elmondta mindjárt, hogy miért kellett nekik elbújdosni. De hiszen ne lett volna király leánya az a leány, akkor is megakadott volna rajta a király szeme. Ebéd alatt szépen összebarátkoztak, összemelegedtek. Te az enyém, én a tied, mondotta a király a leánynak. A leány sem különben a királynak. Mentek egyszeribe a király palotájába, s csaptak lakodalmat, hét országra szólót. Na, vége lesz a lakodalomnak, de a királyfinak nem volt maradása. Gondolta, elmegy valamerre, s ő is megkeresi a párját. Megy mendegél a királyfi, hetet hét ország ellen, és beír egyszer egy városba, éppen a fekete király városába. Kérdi ettől is, attól is, hogy mi újság. Mondják neki. Van itt újság elég? Van a királynak egy gyönyörűséges szép leánya. De ez csak ahhoz akar férhez menni, aki eltalálja, hogy miféle három jegy van rajta. 99-en próbáltak eddig szerencsét, egy sem találta el. Mind a 99-nek karóba került a feje. Nem bánom én, mondja magában a királyfi, egy életem, egy halálom, azért mégis megpróbálom. Amint megy az utcán végig, kihajol az ablakon egy öreg ember. És azt mondja utána: No, ez sem fog nálam nélkül boldogulni. A királyfi egy kicsit visszanézett, megnézte az öregembert, de nem szólt neki semmit, ment tovább. Végig megy a városon, mégis meggondolja magát. Jó lesz visszafordulni ahhoz az öregemberhez, mielőtt szerencsét próbálna. Visszamegy az öregemberhez s hát csak akkor látja a kapun, hogy az öregember aranyműves. Ejj, de jó, gondolta magában, úgyis is leszakadt az aranysarkantyúmnak a taréja. Majd az öreggel visszaforrasztatom, és az alatt kivallatom, hogy mi értelme volt a szavának. Bemegy az öregemberhez, odaadja a sarkantyúját, hogy csinálja meg. Mondja az öregember, én megcsinálom jó szívvel, de holnap úgyis a levegőben fogod összeütni a bokádat. Hát azt honnét gondolja Kelmed? kérdi a királyfi. Onnét? Mert tudom, hogy miben jársz. De nálam nélkül nem boldogulsz, mert te sem fogod eltalálni, hogy miféle három jegy van a király kisasszony testén. De bezzeg ígért a királyfi neki mindent, csak adjon valami jó tanácsot. Jól van, Mondja az öreg ember: Holnap reggelre színezüstből csinálok egy lovat. Akkorát, hogy a hasában jól elférsz. Aztán kivitetem a piacra, s tudom bizonyosan, hogy senki más meg nem veszi, csak a király kisasszony. A lovat majd felviszik a király kisasszony szobájába, te éjjel búj ki azon a kicsi ajtón, amelyet az ezüst ló oldalán látatlanul csinálok, és akkor megnézheted, hogy miféle jegyek vannak a király kisasszonyon. Megcsinálja az öregember az ezüst lovat, beleülteti a királyfit, kiviteti a piacra, ott körül fogják a népek, az urak csudálják, kérdik az árát, de drága volt, olyan drága, hogy nem tudta azt megvenni senki. Csak egyedül a király! Az éppen arra jött a leányával. És hogy a leányának megtetszett, csak az árát kérdezte, és kimérette mindjárt a tenger sok aranyat az öregembernek. Na, jól van. Fölviszik az ezüst lovat a palotába, ottan is a király kisasszony szobájába. Elkövetkezik az este. Lefekszik a király kisasszony, elalszik, elad ajkája is. És ekkor. Szép csendesen kibújt a királyfi, lábúj hegyen oda a király kisasszony ágyához, és én halljatok csodát. A homlokán egy nap volt, ragyogó fényes, és a mellén két aranycsillag. Nézte, nézte a királyfi, és nem tudott onnét elmozdulni mintha csak oda cövekelték volna. Hanem amint nézte nagy gyönyörűséggel, egyszerre csak fölébredt a király kisasszony, és ahogy meglátta a királyfit, sikoltani akart. De torkának adta sikoltás, mert bizony úgy megtetszett neki a királyfi. No, te királyfi, mondotta a király kisasszony, te már tudod, hogy miféle jegyeim vannak? el is találod. A tiéd is lehetnék most már, de ha az apám megtudja, hogy belopóztál a szobámba, karóba kerül a te fejed is. Tanakodtak erre arra, hogy mit csináljanak. Valamit gondoltam, mondja a király kisasszony. Te csak menj vissza az ezüstlóba. Én meg letöröm a lónak mind a két fülét. Holnap aztán elküldetem az aranyműveshez, hogy forrassa vissza. Ott szépen kibújhatsz, és soha senki meg nem tudja, hogy itt voltál. Úgy lett, hogy a király kisasszony tanácsolta. A lovat visszavitték az aranyműveshez, ott a királyfi kibújt belőle, aztán elment vissza a sógorához, befogatott ottan hat lovat hintóba, ment utána egy regement huszár, így hajtatott be a fekete király udvarába. Fölment a palotába. Elmondta a királynak, hogy ki is mi, szerencsét próbál ő is. Tetszett a királynak a királyfi. Mondta neki, hagyd el, fiam, ne próbálj szerencsét, kár volna meghalnod ilyen fiatalon. De a királyfi mind csak azt mondotta, egy életem, egy halálom, már én mégis megpróbálom. Hiszen könnyen megpróbálhatta. No te fiú, Mondotta a király, szeretném, ha a vejem lennél. Három napot adok hát neked, de jól vigyázz magadra, mert kétszer elvédheted. De ha harmadszor sem találod el, hogy miféle jegyek vannak a leányomon, karóba kerül a te fejed is. Bezzeg, hogy a királyfi első nap nem találta el, második nap sem találta el hogy ne is sejtsék, hogy látta ő már azokat a jegyeket. Hanem harmadik nap szép sorjában elmondotta, hogy miféle három jegy van a király kisasszony testén. De volt öröm. Örült a fekete király, hogy van már, akire hagyja a királyságát. Mindjárt lakodalmat csaptak, és a fekete király egyszeribe átaladta a vejének egész országát, s királyságát. Még ma is élnek ha meg nem haltak.